A megye bármely civil vagy gazdasági szervezetével kötött együttműködési megállapodás azt jelenti a Nyíregyházi Egyetem számára, hogy az intézmény felelősséget vállal hallgatóiért. Ezen megállapodások szinten tartása, megvalósítása és bővítése is nagyon fontos. Hangzott el a Szabolcsi megyeszékhely felsőoktatási intézményében, ahol a Nyíregyházi Egyetem és a Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyei iparkamara kötött együttműködési megállapodást. A két szervezet mind tudományos, mind oktatási, mind kutatási területen együtt tud működni, és úgy gondoljuk, hogy közel kell hozni ezt a két szférát egymáshoz, az oktatás-kutatást, illetve a gyakorlatot, a gazdaságot, és mi képezhetünk, ugye nekünk fontos az, hogy olyan piacorientált képzéseket biztosítsunk, kutatóhelyet biztosítsunk a gazdálkodási szektor számára. Ezáltal azt gondolom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megtartó ereje is tovább fog nőni, illetve a hallgatóinkat olyan szakemberek képezhetik, akik mellett megszerzett tudással biztosan munkahelyet fognak találni. A megállapodás szakmai részét képezi, hogy az iparkamara közvetíti egyrészt az egyetem képzéseit a vállalkozások felé, másrészt a megyei vállalkozók igényeit az oktatási intézmény, valamint a hallgatók felé. Hiszen mindkét fél számára fontos, hogy a megyében erős, jól működő vállalkozások legyenek, akik versenyképes jövedelmet tudnak biztosítani a szakképzett dolgozók számára. Ezért az egyetemnek figyelembe kell vennie a képzési struktúra kialakítása során az aktuális piaci igényeket is. Munkaerőgond van a megyében is, amit korábban teljesen más volt, hisz korábban az volt a gondunk, hogy hogyan teremtsünk munkahelyeket, most pedig azt, hogy munkahelyet teremtsünk, de legyen hozzá megfelelően képzett szakember, beleértve itt a középfokot, vagy beleértve a felsőfokú végzettséget is. És ezért is tartottunk mi fontosnak, hogy kössünk egy megállapodást egyetemmel, hisz ma már a megyében működő vállalkozásoknak is jó felkészült, felsőfokú végzettségű szakemberekre van szükségük. És nekünk nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a megyében minél több fiatalnak, hogy itt van az egyetem, lenne lehetőség arra, hogy itt tanuljon, hisz költség szempontjából sem minden mai fiataloknak, hogy ide kell járni, vagy el kell járni az ország más részében. Másrészt pedig úgy gondoljuk, kötődés miatt is könnyen meg tudjuk itt tartani őket a megyében, benne megyeszékhelyen Nyíregyházát is. Az elvárások szerint az együttműködés lehetőséget teremt majd arra, hogy a Nyíregyházi Egyetemen végzett fiatalok a megyei vállalkozásoknál találjanak hosszú távú munkahelyet. Ez segíti az intézmény duális képzési rendszere is.